Tisztelt nézőink! Örülj velem, Jézus visszajön című hitéleti műsoron következik, amelynek előadója Feketéné Bokor Katalin. Szeretné ezt a sorozatot felhasználni arra, hogy kicsiny eszközként a Jóisten kezében a csüggedt, fáradt embereket a Jóistenhez vezesse, hitre, bizalomra serkentse őket, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy Isten a szeretet. A mai adás címe Segítséget kapunk. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Újból a mi mennyei atyánk és a drága Úr Jézus nagy szeretetéről fogunk tanulni. Milyen szépen írja Dávid király, megkérdezve a hatalmas Istent, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Milyen bátorító, vigasztaló szavak ezek, ami mindennapi próbáinkban, nehézségeinkben, küzdelmeinkben. Amikor az Úr Jézus érzékeltetni akart a tanítványaival, hogy nem sokára el fogja hagyni őket, két nagyon nagy erősítést, vigasztaló szavakat mondott nekik. Az egyik, akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Bizony-bizony mondom néktek, akármit kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. A második, én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mind örökké. A 26. versben meg is nevezi, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. És mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam néktek. Mire kérte az Úr Jézus a tanítványokat, mielőtt elment? Maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Az apostolok cselekedetében pedig azt írja, hogy nem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, és egész föld határáig mindenütt. Láthatjuk, hogy itt a drága Jézus kihangsúlyozza, hogy azután kapják az erőt, amikor a Szentlélek eljön. Tehát a Szentlélek fogja adni nekik az erőt. Mit tettek a tanítványok? Hogyan készültek arra, hogy megkapják a Szentléleket? Mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal együtt valának az imádkozásban és a könyörgésben. Milyen szép dolog ez. Nem tétlenül várták a Szentlélek eljövetelét. A Szentlélek eljövetele című kiskönyv 67. oldalán ezt olvassuk. Az angyal szavai még ott csengtek a tanítványok fülében. Az Úr ismét eljön, láthatólag és személyesen, amiképpen láttátok, ahogy elment. Ám az Úr visszajöveteléig a Szentléleknek kellett láthatatlanul elfoglalnia az ő helyét. Az Úr Jézus azt mondotta nekik, hogy várakozzanak Jeruzsálemben. A 10 nap leforgása alatt egyetlen dolog foglalta le a szívüket, s nyújtott nékik bátorságot a jövőt illetően. A mindnyájan szöveg magába foglalja az apostolokat, tanítványokat és az Úr többi követőjét, akik egy helyen voltak összegyűlve. Az egy helyen mulandó tényező, az egy akarattal örök feltétel marad. Ők pedig egy akarattal kitartanak az imádkozásban. A Szentlélek egy ima gyülekezet alkalmából jött el. Milyen gondolatok foglalkoztathatták volna az ő szíveiket? Milyen könnyen beleeshettek volna abban az időben a kritikai lelkületében. Teltek a napok, és nem kaptak semmit. Hiszen ott volt köztük Tamás, a kétkedő. És ott volt közöttük Péter. Emlékeztek rá, hogy milyen félénk volt? Aki képes volt esküdőse és átkozódással megtagadni az Urat. Ott volt a két Zabedeus fiú, akik nemrégen az első helyet kérték önmaguknak, akiket mennydörgés fiainak is neveztek. Hogyan kapnának így Szent Lelket?
Ott volt velük Mária Magdaléna. Hát nem emlékeztek, hogy ki volt ő? Nem is értjük, hogyan adott neki az Úr Jézus áldást. Milyen könnyű a reflektort mindig a másikra irányítani. Ahelyett, hogy magunkra irányítanánk. Milyen könnyű a környezetünkre nézni, azt vizsgálni, és nem a saját bensőnket. De ők nem ezt tették. Ők imádkozásban, közös könyörgésekben töltötték az időt. És így telt el a 9. éjszaka is. És mi történt a 10. napon? Olvashatjuk az apostol cselekedetében. Nagy szélnek zúgása hallatszott. Olyan zúgás, amit az egész város hallott. Tüzes nyelveken a Szentlélek a fejükre szállt. Nem tűz volt, hanem csak tüzes nyelvek. Nem nagy viharos szél volt, hanem nagy zúgás. A két jelkép, a szélnek zúgás és a tüzes nyelvek, melyek a látáshoz és a halláshoz szóltak, csupán elmúló jelenségek voltak. De ezek az elmúló jelek a láthatatlan Szentlélekre, eljövetelére irányították a figyelmet. És mi történt a tanítványokkal? Ugyanazon emberek voltak, de átváltoztak. Mindeniknek ugyanaz a jellemvonása volt, mégis mások voltak. Honnan jött ez a változás? Csak egyetlen magyarázata van, a Szentlélektől. A Szentlélektől kapták a felülről nyert erőt. Gondoljunk a célra is, amelyért az erő adatott. Az erővel való feltöltődés célja a bizonyságtevés volt. Semmi sem bír nagyobb erővel, mint a becsületes tanúk őszinte, egyszerű tanúságtevése. Miről beszélnek ők? Amit láttak, amit tapasztaltak. Ezt tudták örömmel és teljes szívvel átadni. A keresztény tanúskodás az isteni dolgokban való mélységes, személyes tapasztalatot igényel. Magában foglalja az isteni ige kijelentéseiben való ismeretünket. Tud valaki az igéről beszélni, ha nem ismeri? Meggyőzően? Semmi esetre sem. Hogyan mondta Péter apostol az apostol cselekedetek részében? Mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek velől, és a Szentlélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát tulajdonképpen a Szentlélek, ami tanúbizonyság tevő társunk. Szeretnék elmondani rövid tapasztalatot. Csodálatos volt, 28-30 éve ezelőtt a Nyírségben voltam többször, így szombatonként. Ezen a helyen a szomszédból ismerősök, az én testvéreimnek mindig eljöttek. Volt köztük egy ilyen nyelveken szóló gyülekezethez tartozó asszonyka is. És arra kért, hogy ha legközelebb megyek, akkor szánjam oda a vasárnapot is, mert ő megbeszéli a vezetőivel, hogy én tartsak ott egy biblia órát. És ez úgy is történt. Majd 2 kilométerre mentünk az autóval, de én végig imádkoztam, ismerve az ők szokásaikat, hogy drága jó Istenem, segítsd meg, hogy ne legyen zavaj, ne legyen hangoskodás, hanem szép csendben tudjam elmondani, amit szeretnék, amit te adsz általam. Avval a biblia szöveget kezdtem, illetve azt boncolgattam az óra alatt, amit Pál apostol ír, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, és akkor föltettem a kérdést, hol is kell nekünk élni, és ők folytatták többen, hogy mértékletesen és igazán és szentül éljünk e jelen való világon. És végig megtartottam az órát, és befejezésről imádkoztunk, és csend volt. Végig csend volt. Ez a Szentlélek erejének a hatása volt. Csak a Szentlélek segített hozzá, de nem csak akkor imádkoztam, mikor az autóba ültem, hanem még itthon, mielőtt elindultam. Istenem, segíts! Soha nem felejtem el ezt a tapasztalatot.
tanúbizonyság társunk a Szentlélek, és ő mindig mindenütt ott lesz, ahol nekünk szükségünk van rá. A Szentlélek mindig munkálkodott a földön, kezdettől a megváltás művének kezdetétől fogva befolyást gyakorolt az emberi szívekre. Megdöbbenve hallgatok, most több embert, többen kérdeztek, hogy a Szentléleket nem tudják elképzelni, hogy hogyan munkálkodik. De gondoljunk bele, amikor Mózes a könyvét írta, mikor Dávid a csodálatos zsoltárokat írta, mikor Bölcs Salamon azt a sok bölcs tanácsot leír nekünk, vagy az énekek énekében azokat a szép, gyönyörű, szeretett szavakat, nem a Szentlélek vezette őket? Milyen tűz volt az, amit Ézsaiás megkapott, amelyel érintette az Úr az ő ajkát? Az is a Szentlélek volt. Mikor Dániel kapta a proféciai látomásokat, amiről már egyszer beszéltünk, vajon nem a Szentlélek segítette őt ehhez? Vagy ki segítette Ámost, a baronpásztort, hogy Isten profétája legyen? Ki lett volna más mindegyik esetben, mint a Szentlélek Isten? És ezt még sokáig sorolhatnánk. Mikor az üdvözítő itt időzött a földön, a tanítványok nem óhajtottak más vigasztalót. Miért mondja tanítványainak, jobb néktek, hogy én elmegyek? A Szentlélek Krisztus helyettese. Az üdvözítőt emberi mi volt a gátolta. Itt a földön nem lehetett mindenütt személyesen jelen. Ezért javára vált követőinek, hogy elmenjen az Atyához, és elküldje helyetteseként a Szent Lelket. A Szentlélek által mindenki személyesen érintkezhet az üdvözítővel, és egyformán hozzáférhető mindenki számára. Kiinduló szövegünk volt, hogy akármit kértek az én nevemben. Tehát Jézusnak van neve. Én kérem az Atyát. Tehát az Atyát is megnevezi. És ő majd elküldi nékünk kit, azt is megnevezi. A Szent Lelket. A Szentlélek ugyanúgy meg van nevezve, mikor Jézus kiadja a parancsot a tanítványoknak is, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát látjuk, hogy a Szentléleket sem csak erőnek nevezi, hanem megadja neki az ő szent nevét. Tehát nem mondta a harmadiknak, hogy csak erő. Ezeket a igazságokat, amelyeket a Szent Bibliából és Ellen White írásaiból idéztünk, csak azok fogják elfogadni, akik már elfogadták, hogy maga Jézus az Istenség egyik személye. De a héten is volt, aki oda mondta nekem, ugyan már, mit gondolsz, hát neked hány istened van? Gondoljuk el János evangélium első szavait. Kezdetben vala az ige, az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Kit értünk az ige alatt? Magát, a Jézus Krisztust. És itt kifejezi, hogy Isten vala az ige. Hányszor és hányszor elmondta az Úr Jézus, főleg a János evangéliumában leírva, hogy én és az Atya egy vagyunk. A főpapi imájában is azt kéri, hogy tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. De világos a szó Pál apostol szavaiból a Timóteushoz írt levélben is. Isten megjelent testben. És tudjuk, hogy maga az Úr Jézus volt, az ő fia, aki megjelent. A Kolossé beliekhez írt levélben nagyon szépen írja Pál apostol. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És a 16. versben azt mondja, hogy mindennek ő általa és ő rá nézve teremtettek, hiszen ő előbb volt mindennél.
Mikor a Biblia első oldalán azt olvassuk, hogy teremtsünk embert, ami képünkre és hasonlatosságára, az Atya nem azt mondja, hogy én teremtek embert, hanem közösen mondja, mindhármójukra, teremtsünk embert, ami képünkre és hasonlatosságára. A Te ígéd igazság című bizonyságtételből olvasom. Ha Krisztus teremtett mindeneket, akkor mindenek előtt léteznie kellett. Az erre vonatkozó szavak annyira határozottak, hogy nincs oka kételkedésre. Krisztus a szó legmagasabb értelmében Isten volt. Isten volt ő mindenek fölött, örökkön örökké áldott. Tehát látjuk az Úr, Ellen G. White is ezt megíratta nekünk, hogy tisztán lássunk. Nem vagyok ellentmondásban önmagammal, a múltkori órával kapcsolatban, amikor azt mondtam, hogy Jézus a Földön mindent elszenvedett, visszaléphetett volna, és mégis kiállta a próbát. De ő önmaga számára, a földi életében, a kísértésében, a nehézségeiben az ő isteni hatalmát soha nem használta. János apostol világosan leírja az első levelében, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek rólam. Az Atya, a Ige és a Szentlélek. És ez a három egy. Ellen G. White így ír a Szentlélekről. Az örökké való mennyei méltóságok, Isten, Krisztus és a Szentlélek felövezték őket, a tanítványokat, emberi erőfeletti hatalommal, mely növekszik majd velük, munkájukkal meggyőzik a világot a bűn tekintetében. Nekünk együtt kell munkálkodnunk a mennyei három legfőbb hatalommal, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és ezek a hatalmak általunk munkálkodnak, mert Isten munkatársaivá avatnak. Jézus újjongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta egyházát. Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabb rendű ajándék, akiért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus azért adta nékünk lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, hogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Mit olvasunk Ellen G. White által? Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellentállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának erejének teljességével. Tehát nem egy erőt ígért meg nekünk az Úr Jézus Krisztus, hanem egy másik isteni szemét, a Szentlélket, aki isteni hatalmával, korlátlan erővel tud bennünket segíteni, ha kérjük, ha vágyunk rá, ha érezzük, hogy szükségünk van rá. Milyen szépen fejezi be Pál apostol a Korintushoz írt levelét. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen veletek. Legyen mindannyiótokkal. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írt levelében? Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ez volt az Úr Jézus Krisztus, aki végigharcolta azt a harcot, amit mi el sem tudunk képzelni, hiszen mi csak önmagunkért küszködünk saját hibáink, saját bűneink ellen, de az Úr Jézus Krisztusra az egész világ bűne ránehezedett. És mégis emberi formát vévén engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért Jézus megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Ő elviselt minden próbát, mely ránk jöhet, s ő a saját javára nem vett igénybe olyan erőt, mely nem állana nekünk is szabad rendelkezésünkre. Élete bizonysága annak,
hogy mi is engedelmeskedhetünk Isten törvényének. Hiszem, hogy isteni hatalmát Lázár feltámasztásakor, gyógyításaikor használta, de Sátán támadásaival szemben a kísértésekben nem, mert akkor nem lehetne közben járunk. Mit ígért Jézus nekünk? De amikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyája az enyém, azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ugye? Itt is maga az Úr Jézus mind a hármajukról egy egységben beszél. Az apostolok történetében olvashatjuk. A Szentlélek lényege titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak Biblia szövegeket, és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz. De az ilyen nézetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezeteket. Olyan titkokat illetőleg, amelyek az emberi értelmet meghaladják, hallgatni arany. A Jézushoz vezető út 215.16. oldalán ezt olvashatjuk. Ám de Isten a kétkedés lehetőségét nem távolította el, mert hitünknek határozott bizonyítékokon és nem feltevéseken kell alapulnia. Azok, akik kételkedni akarnak, lesz rá alkalmuk. S viszont, akik teljes szívből az igazságot keresik, számtalan bizonyítékot találnak hitük megszilárdítására. Ha az írás nem beszélne nekünk mást Istenről, nagyságáról és fenségéről, mint amit mi, szegény emberek könnyen felfoghatunk, akkor nélkülözné isteni eredetének félreismerhetetlen hitelességét. Éppen a benne feltárt tárgykörök fenséges és titokzatos volta ébreszte bennünk azt a hitet, hogy a Biblia valóban Isten szava. Kedves hallgatóim, kedves nézőim, fogadjuk el megalázkodott szívvel azt, amit a Szent Biblia és a bizonyságtételekben olvashatunk. Vannak, akik úgy gondolják, hogy mindent megmagyarázhatnak a Bibliából. Pedig nem így van. Maga az Úr Jézus mindig mindenre azt mondta, hogy meg van írva. És a meg van írva előtt mindig alázatos szívvel kell, és kellene meghajolnunk. Fogadjuk el, amit találunk a Mózes könyvében, a 29. rész 29. versében. A titkok az Úré, a mi Istenünké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké, mind örökké, hogy a törvényének minden igéit beteljesítsük. Ez a nagy segítség, a Szentlélek a mi részünkre van megígérve. Ha, és itt jön a feltétel, ha mi is úgy készülünk rá, amint akkor a tanítványok. Amit nem tudunk megérteni, fogadjuk el. Ennyit érthetünk, és alázkodjunk meg a Isten szava előtt. Milyen dolgokkal veszíthetjük el a mi csatáinkat? Világiaskodásunkkal, hitetlenségünkkel, igazságtalanságunkkal. Komoly mondatot találtam Ellen Gould White szavainál. Míg az egyház evangélizálja a világot, a világ rombolja az egyházat. Így az egyház törekvései semlegesítve lesznek, az érdeklődés felkeltéséért az emberek érdekében a prédikátorok világi módszerekhez nyúlnak, melyek csak a nyomorúságos helyettesítői az égi erőnek. Ez a Bibliában is megvan írva. Jézus figyelmeztette a papokat, hogy ne helyettesítsék a saját parancsolataikkal az Isten parancsolatát. Én szeretném, befejezve ezt az órát,
mondani önöknek, hogy a következő előadásban folytatjuk a Szentlélekről való tanulásunkat. Addig is azt kérem, amit Dávid király. Mindannyiunknak, önmagunknak, önmagamnak. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. De ez csak hogy fog menni, ha az utolsó Biblia szöveget is figyelembe vesszük? Segély, hogy megmaradjak és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. Maradjunk meg az Úr rendeléseiben. Fogadjuk el, hogy a csodálatos három hatalom mi érettünk, a mi irántunk való szeretetből mindent megtesz értünk. Csak nekünk kell teljes szívvel átadni magunkat. És ezt tegyük. Ez az én imám mindannyiunkért. Amen.